Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Kíváncsi vagyok, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható a nap. A nap megvilágít valamit, vagy valakit, például téged. Szimbolikusan, és ez azt jelenti, hogy ő látni akar téged, sőt, ő akar veled valamit tisztázni. A nap az jelenti a vonzalmat kettőtök között, vagy az ő kisugárzását, esetleg a tiédet, és itt látható ez a park, ami utal a nyilvánosságra. Megjelentek a nyilvánosságon, megkapjátok az elismerést, mások észrevesznek téged, vagy őt, vagy mindkettőtöket. Az is lehet, hogy lesz egy meghívás, és megjelentek a nyilvánosságon. Amit a kártyák még jelenthetnek, hogy te vagy a nyilvánosságon, ő tudja ezt, keresi veled a kapcsolatot, de majd úgy fog tenni, mintha ez a találkozás véletlen lenne. De átlátod majd a dolgokat, hiszen a nap megvilágítja ezeket az eseményeket is. A második kérdés, hogyan érzi magát? Itt a kígyó jelentheti a változásokat, a megújulásokat, jelenti a gyógyító erőt is. Ha beteg volt, akkor itt most lesz gyógyulás, a nap jelenti az élet erejét. A kígyó az lehet egy nő is. Mivel itt van a kutya, az lehet egy nő kutyával. Vagy azt is jelentheti, hogy ez a nő egy barátnő, egy ismerős. Tehát nem kapcsolatról van szó, hanem baráti viszonyról. Amit a kutya még jelenthet, az a hűség. Lehet, hogy te láttad őt a nyilvánosságon egy nővel, és kételkedsz benne, úgy gondolod, van köztük valami, ezt ő érzi is, és itt látható a hűség. Ezt be akarja bizonyítani neked. Majd beszél erről, hogy ő hűséges hozzád. És mit fog tenni? Itt a madarak jelentik a beszélgetéseket. Egy csevegés. De óvatosnak kell lenni, mert itt van a ravasz róka. És az jelent hazugságokat. Persze megjelenik a kivetésnél a nap, hogy előbb-utóbb úgyis kiderül az igazság. Azt is jelenthetik a kártyák, hogy ő úgy érzi, hogy nálad van egy barátnő, de nem bízhatsz benne, mert ez a barátnő hazudik neked. Mivel így közeledik hozzád, hogy a beszélgetésekről majd ő beszámol, és itt van a hamisság, ezt ő elmondja neked. Az is lehet, hogy van egy hamis barátnő, és a hamis barátnő azt mondta neki, hogy látott téged a nyilvánosságon valakivel, és nem vagy hűséges. Ő érzi azt, hogy ez egy hazugság, de mivel beszámol róla, majd rákérdez. Tehát lehet, hogy ilyen dolgokra utal a kártya. És mi köt össze benneteket? Itt az utak
jelentik a találkozást, hogy az élet utatok kereszteződik. Persze azt is jelentheti, hogy ez a férfi útban van hozzád. Vagy lesz egy közös terv, egy közös életút, ahol kivirágzik majd valami. Lesznek döntések is, akkor is, ha van hamisság, hazugság a háttérben, de légy magabiztos, mert kiderül a valóság. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!